Balmazújváros ellen kétszer is csak a hajrában maradt alul az NKC, de izgalmas volt a mezőkövesd és egy román élvonalbeli csapat elleni felkészülési meccs is. Legutóbb Gyöngyösön vett részt egy nemzetközi tornán a gárda, és a szlovák bajnokság második helyezettje ellen győzni tudott. Az új igazolások beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, valamennyien jó teljesítmény nyújtottak eddig. A Munkácsi Máté abszolút meghatározó játékosa lesz ennek a gárdának. A kapuban a Gorán szintén azt gondolom, hogy nagyon jó teljesítmény nyújtott. Tehát összességében nem lesz gond. Tehát, ami a kispadot illeti, ha azt mondtam, hogy sok minden belőléptünk, ebbe az egyben nem tudtunk előrelépni. Nem a képességekkel van a probléma, hiszen kiváló játékosok ülnek a padon, és nálunk nincs első, második során csapat van. De az együtt azt látni kell, hogy azért a csapatnak a közelfele az még nem profi. Az azt jelenti, hogy például most a hétvégi tornán is 2-3-an azért nem tudtak elmenni, mert dolgoztak, vagy ugye, ami inkább problémát jelent majd a bajnokságban, és ez fontos lesz, hogy olyan tudjuk rotálni a csapatot, hogy nem tud mindenki napi kettőt edzeni, ezért az álló képessége sem olyan, és nem egyforma, és eltérő a csapaton belül. Hát ezen kell dolgoznunk, hogy ezeket a 15-20 perceket hogyan fogjuk tudni majd beosztani azokkal a játékosokkal, akik kevesebbet edzenek, akik nincsenek olyan állapotban, és hogy azok, akik frissek és úgymond főállású kézlabdázók, azok pedig hogyan fogják ezt a terhet cipelni. Rossz hír, hogy a japán Mekaru csípőjével gondok vannak, ma vitték kórházba kivizsgálásra. A beálló Tumidanski sem egészséges, neki a bordája zúzódott, de a szakmai stáb abban bízik, mindketten rövidesen csatlakozhatnak a kerethez. A csapat még 5 felkészülési mérkőzést játszik a bajnoki rajt előtt, amikor a rivális Ferencváros lesz a Nyíregyháza ellenfele.